templomba járás jó emberré tesz-e? Úgy nőttem fel a gyerekkoromban, hogy vallásos család voltunk, de nem gyakran jártunk templomba. Nekem mindig azt tanították, hogy a templomba azért járnak az emberek, hogy Isten jelenlétében legyünk, de bárhol lehetünk Isten jelenlétében otthon, vagy amikor csak szeretnénk. Elkezdtem magamtól is járni, meg bátyámmal. Kezdem megérteni ennek a fontosságát, hogy milyen fontos, hogy hallgassuk a Szentírást, hogy megértsük, hogy megmagyarázzák nekünk a papok. Otthon is lehet ugye Bibliát olvasni, de nem ugyanaz, mint meghallgatni az ige hirdetést. Nem tesz csak az minket jó emberré, hogyha heti egy órát ott beülök a templomba, és igazából a saját lelkemmel nem vagyok tisztában, hanem csak úgy gondolom, hogy hát én egy rendes ember vagyok, akkor beülök, és lássa mindenki körülöttem, hogy én tényleg mennyire nagyszerű vagyok. Közben meg szerintem nincsenek teljesen tisztában ennek a súlyával, hogy mégis miért megyünk a templomba. A templomba sok olyan tanítást hallhatunk, ami hozzátesz ahhoz, hogy mi jobb emberek lehessünk. A templomi közösségek is sokat adhatnak az életünkbe, de nem egyértelműen lesz jó ember az, aki minden vasárnap ott van a templomba, hanem azok is lehetnek jó emberek, akik valahonnan máshonnan megkapják ezeket az elveket és értékrendet. Nos, szerintem erre a kérdésre van egy egyértelmű válasz, és ez egy egyértelmű nem. Szerintem nem lesz attól valaki jó ember, hogy templomba jár. A templom az egy jó eszköz arra, hogy egy erős keresztény életet tudjunk élni, és ahhoz, hogyha tényleg át akarjuk magunkat adni az Isten tanításának, akkor kötelező, muszáj templomba járnunk. Szerinted mi az, ami igazán vonzó lehet abban, hogy az ember felkeressen templomokat, szertartásokat? Mit tud adni az embernek? Hát igazából a hitét építi, megerősíti folyamatosan. Ez a templomi közösség, ami körülveszi az embert. Alapból, hogyha egy ember elmegy templomba, attól még nem biztos, hogy jó ember lesz. Ehhez még hozzá kell raknia mindenkinek a saját gondolatait, a saját elmélkedését otthon, hogy imádkozzon, és megértse tényleg, meg megvalósítsa a tetteiben, ami a templomban történik. Azt mondtad, hogy nem csak a templom bajárással válhatunk jó emberekké. Én is úgy gondolom, hogy érdemes azt, amit a templomban kapunk, kihozni a mindennapi életünkben. Van egy néni, aki mindig ott van, mikor én is ott vagyok vasárnap a templomban, és mindig úgy jön ki, hogy valami megjegyzést tesz valakinek a küllemére, vagy hogy hogy ült, vagy hogy a pap hogyan misézett, és mégiscsak eljár templomba többet, mint én, de mindig van valami rossz kommentje, mindig van valami a gyűlölet, valami rossz a szívében, és így jön ki, akkor most ő ténylegesen jó ember? Tudnál esetleg még egy olyan élményt mondani, amikor különösen közel érezted magadhoz az Istent? Nekem a legjobb templomi élményeim, vagy liturgiai élményeim azok, amikor a saját korosztályomból nagyon sokan elmegyünk, és amikor ott így tényleg a koliból nagyon sok fiatallal át tudunk menni, vagy az ifjúsági gyalogos zarándoklaton, amikor megérkezünk Mária Pulcsra, mindig szokott lenni akatisztosz, és az olyan szép szokott lenni, hogy csak fiatalok, nagyon sokan is ott együtt tudunk imádkozni, és nekem így ezek a templomba járással így a legpozitívabb élményeim. Nekem ez egy ilyen személyes példám, hogy egy nagyon mozgalmas nap után csak beszaladtam a templomba, és szétnéztem, és te jó ég, én úgy érzem, hogy otthon vagyok, és engem itt valaki várt. Szerintem a Jóisten is nekünk nem ezt tanítja, hogy a templomtól leszünk jó emberek, vagy attól, hogyha mondjuk sok pappal beszélünk, vagy sokat gyónunk, hanem attól, hogy hogyan, én úgy gondolom, hogy attól, hogy hogy állunk más emberekhez, hogy milyen szeretettel fordulunk azokhoz az emberekhez, akiket annyira nem kedvelünk, akiket annyira nem szeretünk, akik a fele barátaink. Mennyiszer tudunk megbocsájtani? Szerintem a szent áldozás is nagyon fontos, ami itt a templomban zajlik, ugye ezt nem tudjuk máshol megszerezni vagy hozzájárulni, és ezt csak egy mise keretében tudjuk megkapni, és ez nagyon sokat épít a lelkünkön, én azt érzem. Isten le akar minket ültetni egy asztalhoz. Jézus meghív minket egy közös étkezésre, önmagát akarja adni nekünk. Talán ez a legszebb dolog az életben, amikor az ember önmagát akarja adni egy másik embernek. És Jézus ezt teszi, hív minket,
egy étkezésre, egy lekomára, ami valójában az örök életünknek a szimbóluma. Nem az orvosi rendelőben töltött idő dönti el, hogy mennyire vagyunk egészségesek, és nem a cellában töltött idők, hogy mennyire vagyunk bűnösek. Az, hogy te mit viszel be, milyen áldozatot teszel le az Istennek, amikor fölajánlod a lelkedet. Káin módra letehetsz egy rosszalú megjegyzést, vagy valamilyen negatív érzést, de az Isten azt szeretné, hogy az őszinte kéréseidet, vívódásaidat tedd oda a szívedet. És az Isten erre hív minket, hogy egy magasabb létszintre emeljük az életünket, hogy megdicsőítsük, hogy többé, gazdagabbá tegyük. Így tekint ránk az Isten, nagyobbá akar tenni. Ki akar minket emelni a homokból, hogy fölvigyen az ő szent hegyére.